Ló, Szerafint, Dömdödömöt és a négy négyszögletű kerekerdő szinte minden szereplőjét megismerhették az érdeklődők kis récsén. Bruckner Siegfried a nagyképűnek tartott oroszlán, de egyébként a legbölcsebb, a legszebb és a legbátrabb oroszlán. Ő egy ki nyugdíjas oroszlán, aki cirkuszban nőtt fel. Igazán a mozgásán ez nem annyira látszódik, ezért én kimondottan szeretem ezt a szerepet, mert úgy nyugodtan el lehet benne üldögélni. Az Imre Sándor szeretett színház társulatát ép és folyatékkal élő, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek alkotják. A gyerekeknek szánt előadás után egy komoly darabot is előadtak. Nem véletlen volt az időzítés, ugye májusban volt a az az ünnep, ami a májusra jellemző, júniusban pedig pontosan a színház, a, a művészetek, a kultúra, a múzeumok, és úgy gondoltuk, hogy valamennyire így tudunk csatlakozni a múzeumok éjszakájához. A színházi nap végén meg is vendégelték az érdeklődőket, az Imre Sándor Szeretett Színház produkciója pedig nagy sikert aratott. A tervek szerint jövőre ismét tartanak a településen ehhez hasonló rendezvényt.